sebességet is elviselő pályát építettek ki, zajvédő falat húztak és kicserélték a felső vezetékrendszert. Skultéti Józsefet kapcsoljuk most. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket, és nagyon sok minden épült még a felsoroltakon túl is. Azt nem árt tudni, hogy Szolnok életében az elmúlt 150 évben meghatározó volt a vasút. 1847. szeptember 1-én az ország második vasútvonalaként adták át ezt a szakaszt. Talán, nem tudom, párhuzamba hozhatjuk-e a mostani beruházást és az akkori átadást fontosság tekintetében, de nézzük azt, hogy miért is fontos az, hogy most tulajdonképpen európai színvonalú vasúti szakasz épült itt Szolnok-Szajol közt. Hegyeshalom és Lökösháza között egy olyan vasúti korridor húzódik, ami nem egy Magyarország érdekeltségű vasútvonal, tehát nem egy regionális vonal, hanem össze-európai érdek, a távol-keleti áruktól kezdve a Nyugat-Balkán árui itt érik el a nyugati piacokat. Természetesen a személyek is. A 160 km/órás sebesség, utazó sebesség az egy kötelező szabvány, hogyha uniós forrásból építünk ezeken a folyosókon. Az, hogy 160 km/órával mehessenek is a vonatok, ez mikortól lesz már működőképes, mert ugye a pálya megvan? Három dolog kell hozzá, pálya, ez megvan, kell hozzá egy olyan szerelvény, ami képes 160 km/órás sebességre, ez már részben megvan, az új motorvonatok már képesek erre a sebességre, és hát kell hozzá egy biztosító berendezés, ami ezt a sebességet le tudja kezelni. Ez a biztosító berendezés, amikor Szajol és Debrecen szakasz kezelve lesz, akkor ez a rész a Szolnok-Szajoli szakasz is kiépítésre kerül, és egyébként ezzel ez a luk bezáródik, hiszen Budapest és Lökösháza közt, tehát a Románország határ közt tulajdonképpen 2-3 olyan luk van még, ahol hiányzik ez a biztosító berendezés. Az ünnepségen elhangzott, hogy az, hogy most már ilyen sebességre lesz képes, hogy a vasút is tud is menni a vonat a síneken, tulajdonképpen Budapest és az agglomeráció távolsága kibővült. Ez így igaz, hát hogyha eddig 60 km/60 km-es távolságban kalkuláltunk, mondjuk egy bejárható távolságot, mondjuk egy órás utazási időt, ki lehet számolni, hogyha nő az utazási sebesség, akkor ez akár 100-120 km-re is nőhet. Nézzük ma pontosan meg, ha lehet így néhány adattal, hogy maga a beruházás az most mit jelent Szolnok-Szajol távolságban, fejlesztésben, mi minden készült, mennyibe került? Ez egy nagyon rövid szakasz, ez egy nagyon hiányzó szűk keresztmetszete volt ennek a Budapest-Lökösháza, még egyszer Románország határ közti résznek, de 6,3 km, 6,4 km, amit fontos, hogy több mint 500 méter ebből híd. Tehát rendkívül bonyolult és rendkívül költséges volt fajlagosan, több mint 20 milliárd forintba került. Az Európai Bizottsággal egy évig tárgyaltuk az anyagot, erről 2014 novemberében született pozitív döntés, hát ezt jóvá hagyta az EU is. 35 ilyen projekt van, amit jóvá hagyott az EU is, ez is egyike azoknak, és két évig épült. Ugye azt tudjuk, hogy ez a szakasz eléggé árvíz veszélyeztetett területen van. Erre oda kellett és oda lehetett figyelni? Hát az Agyva és a Tisza is itt vannak, ugye, tehát egyértelműen árterület, régi öntésterület, tehát mind az alapozási munkák, mind a védekezési munkák indokoltak, tehát ez is drágította a projektet fajlagosan. A következő uniós ciklusban, illetve hát amelyikben most már benne vagyunk a 2020-asban, bármiféle fejlesztés, nem feltétlenül erre a szakaszra országosan, én utom, hogy azért vannak tervek. A 14-20-as időszakban kétszer annyi forrás van megközelítőleg kötött pályás fejlesztésre, tehát vasútra és elővárosi vasútra, mint a 2007-13-as 7 éves időszakban. 2023-ig lehet ezeket a forrásokat felhasználni, ez abszolút értékben egy ilyen 800 és 1000 milliárd forint közé tehető. Elhangzott az, hogy most az előző ciklusban 10%-a újult meg a magyar vasúthálózatnak. Hogyha 2020-as ciklus is lezárul, akkor meddig juthatunk el, és minőségben milyen szintig? Hát egy 8000 km vasúthálózatról beszélünk országosan, ebből gazdaságosan most a nemzetközi forgalom és jelentős személymozgás szempontjából, hogy 3500 km az, amit a MÁV érdemben üzemeltet. Ezeknek a egy része elkészült, ugye, ez az 500 kilométer, ugye, amit becsült itt a kollega. Jó lenne, hogyha elérnénk a kétharmadát ennek a 3000 kilométernek egy valamilyen módú modernizációval.
Hát ennek mi is utasok örülnénk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy beavatott bennünket a részletekbe. Átadták tehát a Szolnok-Szajó vasútvonalat, és ez egy olyan beruházás, amelyet mi utasok bizony-bizony minden nap érezni fogunk. Köszönjük szépen!